Isti! Na hát szevasztok srácok, üdvözlünk mindenkit, itt vagyunk Istvánnal a Vigor nevezetű játék következő részében, szevasz István! Hello. Sziasztok, üdvözlök mindenkit én is sok-sok szeretettel, Dwerg Forestbe fogunk menni, tehát egy újabb halas pályára, amit még nem láthattatok egyikünknél sem. Így van, csodálatos lesz, közben elkezdtem már én is tapasztalgatni, hogy mit hogyan kell csinálni. Úgyhogy elkezdtünk craftolgatni, ilyesmi. Egyelőre ugyanazok a fegyverek vannak nálam, mint az előző részben. Istvánnál viszont... Én a snipert eltettem az előző részből. Az előző részt az ibetőre kattintva meg tudjátok tekinteni. Szerintem egy marha jó videó lett így első körben. Izgalmas volt baromira. Ugye ott egy snipert kaptam egy crate-ből, és azzal hát próbálkoztam így vagy úgy, nem mondom el mi volt belőle. De most ezt eltettem, ugye mert egyetlen egy darab ilyen sniperem van. És insurance-el nyomtuk az előző körbe, tehát nagyobb volt a pofám. Most már azért nem lesz akkora, ugye nincs már pénzem venni biztosítást, hogy ne bukjam el a lootot. Nagyon gyorsan elmondom, hogy arról van szó, srácok, hogy ketten bemegyünk erre a pályára, gyakorlatilag leszünk, hát mit tudom, 8 kötél 12-en összesen játékos által irányított karakterek, és tulajdonképpen az a feladat, hogy minél többet lootolj, illetve hogy a ugye a később, a játék folyamán később érkező airdropból eső crate-et ki tud vinni a pályáról. Én azt mondom vagyok egyébként mindig, hogy az lenne a lényeg, hogy beszéljünk meg először egy célt, hogy mi a célunk az adott meccsen. Most lootolni fogunk, vagy most rámegyünk a crate-re, azt beszéltük, úgy emlékszem. Hát igen, szerintem rá kéne menni, mégiscsak abban van igazán a bugi. Az egész teamünknek, hallod? A biztosítás az egész teamünknek 60-ba kerül. Tehát nem csak egy emberre szól. Azért nem vették el az én fegyvereimet sem. Oké, tehát akkor ilyenkor a duónak is, neked is számított az insurance, basszus, jó, igen. jó. Akkor basszus, azt úgy kellett volna taktikázni, hogy te is ilyen high-end fegyverre jössz. Nem baj, majd a későbbi, hogy még játszunk ez a játékba, hogyha lesznek jó, komoly fegyverei neked is, akkor nyomunk egy olyat, hogy sniper, meg mit tudom én. És akkor beinsuráljuk magunkat. Neked amúgy tudnál is venni, igen, szerintem még van annyi crownod, nem? Ja, van 90. Ja. Na jó. Na, hol vagyunk? Úristen, hát nagyon rossz helyen. Mit szólsz, menjünk erre fele? Menjünk arra fele. Adlak. Ez a pálya. Igen, ez jó. Én nem hoztam fegyvert. Ember! De mi az, hogy... De hát ott volt rajtam. Hát én nem tudom. Aha! Lelopták a fegyvert? Vagy mi a jó Isten? Nem tudom. Na mindegy, ha megyünk. Ja, ezt te voltál, baszki. Az előző meccsből eltűnhetett a fegyver, mert kidobott a játék? Lehet egyébként. Nem tudom. Na, mindegy, akkor én jövök így. Jó, fia, akkor figyelj, VIP mission lett hirtelen a dolog, te vagy a VIP, meg kell védjelek, kész, ennyi. Nem amúgy... Én ilyen izé vagyok, gazdag fia, ember, aki... Fia, csak te fogsz lootolni. Hát, ha lootolsz valami fegyvert, próbáljunk meg arra, vagy akkor próbáljunk meg a házra menni. Jó fele megyünk, szerintem ott lesznek. Úgyhogy, úha. Hát igen, ez így izgalmas lett amúgy. Micsoda Big Bag. Nem tudok neked adni sehogy semmit amúgy. Nem kell adni. Várjál már, drop, nincs drop. Close your eyes. Nem tudom neked átadni. Mert itt van a izé. Destroyolni tudom, csezd meg. Arról hat életben. Na mindegy, menjünk. Persze, menjünk. Baszki. De vagy menjünk ki esetleg a pályáról gyorsan? Nem kell, ez így fun. Ez így hát érdekes. Fun, persze, csak hogy az én cuccom fog elbukódni, nem a tiéd. Milyen cuccod? Hát én hoztam egy ilyen fasza, ilyen most craftolt izét, ilyen tökömtű, ami M4-szerűt. Aha. Nem baj, nyomjuk. De hogy fog elbukódni, hallod én? Aha, ezt már nyitották. Azt szerintem az alapból nyitva volt. Nem nagyon, szembe velünk a kék ház nyitva van. Igen, ez is mindegy. Itt vannak. Fiel Hotel. Autót viszont nem nyitotta ki senki. Aha. Nem annyira tetszik a szituáció, Patrick, az a helyzet. Igen. Fegyverpárt, nagyon jó. Az a baj, hogy... Itt mindent lootolt a csávó. Egyelőre próbálom keresni, hogy hol lehet. De ott a sárga ház például nincsen. Valahol szerintem benne lesz valamelyik házban amúgy még. Csak mondom. Aha. Ez a kék ház nekem gyanús. Mint hogyha láttam volna a mozgás az ablakban, egyszerűen beflesseltem. Az a baj, nem tudunk bemenni sem most így a házakba, most ketten várnak bent rá, ott akkor végünk. Menjünk le a sárga házba, gyere! Itt van lent mögöttünk a hóemberes ház. Hát ha lesz itt valami faszosság. Menj be, lootold ki, addig kint próbálok fedezni. Menj csak be, nyugodtan.
Ne csak ilyen lootolja, lootolj nyugodtan te is. Jó van. Jó, hogyha találok fegyvert, akkor szólok úgyis. Oké. Okay. A klotyóból lootolok, vágod? Aha. Azért az nem egyszerű. Nem. Te mozogsz itt, ugye? Jó, bazd meg. Én. Ini-ni-ni-nin. Ini-mini-mini-mo. Ó, hóembert is le lehet lootolni. Aha. Ember itt egy... Ó, basszus, azt hiszem ez ilyen izé, számkódos izé. Ó, olyat kéne találnunk Patrick neked. Patrick, ez már ilyen oroszos volt egy kicsit. Patrick. Patrick. Patrick Tarkov. A izé, a, ugye a Csernobili atomerőműnek a hűtés specialistája. Patrick Tarkov. Patrick Csenki. Átmegyek ide szembe a piros házba, jó? Jó, jó. Én úgy futok, mint a villány. Igen, jövök én is veled, jó? Inkább. Nem tetszik, hogy jelkószálsz. Ilyen szülő vagyok. Milyen szép tiszta az idő amúgy. Nincs itt egy fegyver. Egyáltalán hát, lehet egyébként fegyvert lootolni? Persze, hát te is lootoltál az előző videóban, emlékszel, amikor kinyitottad a számkódosat. Ó, tényleg. Csak olyat kéne találni. Ilyen se volt még, hallod? Ja. Ablakot okay. Kinyitom, kicsit szellőztetek. Hello. Egész közel vagyunk az airdrophoz. Ah, igen. Ja, mert ide tevődött. Igen, átraktam. Elvileg azt valaki át tudja rakni, ebben még nem vagyok biztos, hogy hogyan. Mert nézzük meg ezt a kék házat is. Nem tetszik nekem ez, Patrik, hogy így... Azt így... szerintem a kék házban voltak. Az lehet. Fúha. Itt van valami Fjell Hotel. Igen, oda jövök most. Azt az előbb kiírta, hogy felfedezve, vagy én fedezve. Hát a területet, tehát csak a területet. Ugye ezek a kis háromszögek a térképen, ezek így területeket jelölnek, csak közben hallgatózok. Nem sztrókot kaptam, ne aggódj. Mennyi eszedbe se jutott, hogy azt kaptam. Persze, hogy nem. Úgyhogy így. Bejöttem. Én is. Nagyon sok loot van, úgyhogy elvég lootolatlanak tűnik amúgy. Becsuktam az ajtót. Hát itt nem. Azt hittem ez is számkód. A rohadt élet mindig azt mondom ezekre a kékekre, hogy azok. Ez olyan, mint hogyha lootolták volna ezt a részt itt. Jól van, nyugodj meg, tudjuk, hogy mi a szitu. Sharap. Sharap, Siri. Bejöttél? Te nyitottál? Én? Fent vagy? Ez te vagy? Igen. Hello. Az ki, ez se izé. Hello. Én nem látok itt semmi olyat, ami... Szerintem egy... Itt egy pisztoly, itt egy pisztoly, itt egy pisztoly ebben a szekrénybe. Az több, mint a semmi. Gyere itt, szembe oh, velem. Jó. Látod, ugye? Jó. Van 11 töltényem, ezzel már lehet mit kezdeni. Azzal már aprítatsz. Na, figyelj, akkor mehetünk jobb, mint a semmi. Ó, köszi, persze. Közben nézem, hogy... Érdekes ez a környék, tehát tisztának tűnik. Azt hittem Petőfi van az izé falon. Miért lenne ott Petőfi? Dehogy van ott Petőfi. Persze. Na és akkor hogy állunk? Norvégiában. Mennünk kéne, nem? Hát... Jó, hát, hogy menjünk. Jó, figyelj, tehát hogy... És hova? Azt mondd meg! A csillag fele, amit jelöltél. Arra van a drop. Azt te jelölted, de menjünk oda. Ja. Én jelöltem, jó, hát. Figyelj, ez esport. Amúgy nem, esport. Mert... Figyelj, hogy azt a Comstation-t azt megnézhetjük, hogyha gondolod. Mert a Comstation-t jelölted be. Okay, ugye azzal tudod. Látjuk a többieknek a... Konkrétan itt van, haló! Ez nem az? De várja, ez az itt, ott mentél mellette, itt van. Megnyomom, jó? Jó, nyom. Aha. Ez... azért néha ez az X, ez... Na. Na! Para. Csinálom. Az most ez mi? Te figyelj már, én senkit nem látok. De valami piros nyílakat jelez. A térképen? Ja, hogy a térképen látszol. Aha. Figyelj, látod? Basszak, itt van valaki, Patrik! Ide is jelzett egy piros izét. Vigyázz, itt valaki van a környékünkön. Ide jelzett egy... Valahol itt kempelnek. Valahol kempelnek itt. Erre vigyázz. Akkor jól sejtettük. Ide jelzett egy pirosat, neked is írta, nem? Aha. Baszki, akkor azok lehet, hogy figyelnek már minket egy ideje amúgy. Úgyhogy légy résem. Hűha.
Igen. Bazd meg! A rohadt életbe, Patrik! Mi van? Volt egy shotgun és véletlenül felvettem. Ó, bazd meg, bocs! Semmi van. Oj, de hülye vagyok. Automatikusan megnyomtam rá. Ó, bakker. Utolok töm eszembe. Hát, de... Na mi legyen? Nem tudom, baszki. Nem tetszik, hogy itt vannak. Az a baj, ketten, így most te a pisztolyoddal. Jön a loot amúgy. Jaja, hallom. Airdrop coming. Most ez hova esett vajon? Hát... Az a baj, hogy egyáltalán nem látom még. Én se, hova esetett? Van, 120-nál az égbe. Hát akkor menjünk. Menjünk István, egyszer élünk. Ja. Okay. 120-nál? Jó. Jó, be az erdőbe, az jó, az jó. Basszus, nem látom. Le is esett, le is esett. Mi az? Azt hittem erre, hogy valaki lőtte, hogy itt csináltad, hogy fú. Nem, leérkezett amúgy a loot. Látom. Nagyon óvatosan közelítsük meg. Meg hátrafele nézegessünk, mert tudod, lehet, ezek hátba fognak jönni. Én attól jobban félek, megmondom őszintén, jó? Jó, jó, tehát hogy... Ez oda esett föl? Aha. Az klassz, oda hogy kell fölmenni? Erre. Szerintem. Itt nem lehet? Nem tud itt felmenni? Dehogy nem. Fel tudott? Föl. Ú, de béna, azért az animációkkal vannak gondok. Várjál már, feltesz har. Jó, megyünk erre. Hol a fosba van még előrébb? Itt van a loot, itt a loot, látom. Fél nem merek rámenni. Várjál meg. Várlak. Ott lesz. Aha, én meg kijöttem ide simán. Igen. Jó, hát figyelj. Na jó, szedd föl. De ez... Szedd föl, csináld. De miért csak egy van itt? Mert a ládán belül lesz két krét majd elvileg. Jó, gyere. Meg gyere, van, felszedted? Aha. Menj a másikra. Tuti, várj, itt még van egy zöld, valamit még lesz, nem szedtél fel. Mert kettő volt, egyet vettem csak fel, hagytam. Jaj, basszus, jó, gyerünk. Hát bolzsd el. Oké, meg vagyok, húzzunk ki, várj, térkép. Oda megyünk ki, bejöltem a térkép, egyes csillag fele fussunk. Jó, futás. Mint az állat, és nagyon vigyázz, mert ott tutik fognak kempelni a kijáratnál. Ott van már, én látom. Magát a kijáratot. Jó, csak a zenét hallom, mehet, menj. Én is látom a kijáratot. Hú, gyerekek. Jó, nézem a hátunkat, de egyelőre semmi. Jó. Itt nem látsz senkit? Nem. Jó. Remélem itt fenn nem lesz senki, hallod? Nem, itt nem tudnak lenni. Jó. Ja nem, mert hát akkor leaving van. Persze. De figyelj már, senki nem jön. Ennyi, kihoztuk. Hallod, kihoztuk. Kész, ennyi. Jézusom. Szép volt. Basszus, azért úgy, hogy mindenféle esélynek ellentmondva amúgy. Itt fegyver nélkül jöttél, csesz meg. Jó, kihoztam egy Silver Pigeon shotgun-t, amót. Fegyverpark, lila kettőt. Valamit is kihoztam. Az lila, a sok minden. Kék, zöld. Na ez egy eredményes kör volt. Egy embert nem láttunk végig, de eredményes kör volt. Basszus, hogy mit csinálhattak ott, kempeltek, az kész. Nem tudom, lehet nem értek oda, mert mi se értünk oda az előző részben mondjuk. És azért viszonylag gyorsan felszedtük, ahogy leesett hát rá de még, hát de még akkor voltak ott, amikor mi is ott voltunk a háznál, tehát hogy... Mi csak jelét se láttam, hogy valaki elindult volna onnan, ahonnan jöttünk, érted? Na hát nem tudom. Na mindegy, az a lényeg. Nyissuk ki a ládát! Ó, Isten basszus rá. Nyissuk ki, ilyen csak mi van benne. Én is megnézem, miket kaptam. Hát egy common crate nekem. Nem baj. Oké. Materials, wire. Hát nekem csak nyersanyag igazából, de jó az. Nekem is common crate. Na nézzük. Srácok, szurkoljatok! Egy jó fegyvert kaphatná. G3-ra. Aha! Valami special partot kaptam egy ilyen ADL-97-es izéhoz, fegyverhez. Aha! Üveg, chemicals. Chemicals! Chemicals. Jó az. Jó, srácok, hát. Ez most jól alakult, az a helyzet. Már megint kidobott! Mi a szar? Mi bajod van?
Amúgy nekem is, nekem szólóban volt ilyen, hogy meccs közbe dobott ki. De egy autóban elkezdett visszatölteni a menübe. Egy párszor már történt ilyen. Aha. Szóval a stabilitás szempontból még az nem igazi a játék annyira. Jó, de hát free to play, ezt még elnézzük. Persze, persze, ez az egyik, meg hát basszus, ez most ez egy jó kör volt, eredményes kör volt. Nyomjunk még egyet? Menjen. Biztos? Nézzük. Persze, persze, adom. Én nekem nagyon cikk ez a játék. Nyomjátok meg a lájkot, mert hogyha nem, akkor nem lesz. így van, most. Ezt látjuk ám. Úgy a templom van ott fönt a hegyekben, atya úristen. Na. Kicsit sokáig tölt egyébként. Igen, a loading time, de hát megint mondhatjuk azt, hogy free to play, úgyhogy gyakorlatilag el lehet nézni neki. Abszolút. Na! Ottya úristen, micsoda sapkába jött a jobb szélső, igazi usankába, felkészült a hidegre. Oh. Nigériában nincs ilyen Jörg. Hideg. Jörg. Meg Jörgensen. Na! Insurance nem nyomunk, egyikünk nem. Sem. Nem. Remélem Patricknak ezúttal meg lesznek a fegyverei. Én is remélem. Figyelj, a képen rajtam van. Hát az egy dolog, ugye, mindannyian. De várjál, mert van olyan csába, aki nincsen, nézd meg. Az ötödik. Mm-hmm. Amúgy rá tudsz menni az emberekre külön egyébként, hogyha érdekel, hogy ki mivel jön, és rá tudsz nyomni effektíve. Aha, azt most látom. Egyébként, tehát csak mondom, hogy X-et nyomsz, és akkor ott írja, hogy mivel jön. Na. Már annyira nem szoktam megnézni. Na, azt mondja, hogy hol vagyunk. Ujj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 
helikopter ott fönt. Várjál csak. Nézzük meg a helikoptert szerintem. Jó. Szerintem az egy külön izé. Persze. Heather Garden, végtelen izé körültekintéssel. Igen. Hú, micsoda mély. Nem tudom, hallani, bebedörög a... Hallom. Na, itt már van fegyvered, ugye? Azt nem beszéltük meg annyira. Van. Ú, én ezt a részét lootolom. Jó. Ú, azért az X, az apró dolgoknál az X az néha ritkán jelenik meg, és idegesítő a lootolás ilyenkor. Aj, ez olyan körülmény, ezt nem javítani. Lőnek! Megöltek! Ok, zanyád! Hol? Hoppa, jó. Ennyi voltam, kész. Árulhat életben. Hát igen, ez sajnos hát ilyen. Ez olyan jó lót volt is. Á, pedig jó lót. És én ugye buktam a fegyvereimet. Fasza volt. Ó, Isten. Fú, de halkan jöttek. Basszus. Arra lettem fiam, hogy már lőnek téged szét. Én is. Na mindegy, megyünk még egyet. Na, szóval akkor azt mondja, hogy mi most... Hol a picsább? Ja, ott úristen, megint a hegyekbe fönn. Megpróbáljuk a izét? Comstation-t? Igen. Jó. Na, nagyon óvatosan. Opa, itt már van egy lút egyből, hallod? Oké, szed. Már kapásból szedem. Már csak szedném, hogyha így a... Jó? Oké, single shotra. Atyú is, milyen szép amúgy itt a hegyekben ez a játék, te jó ég. Baszki, ez itt egy izének a helye, gondolom. Egy repülőgép baleset. Baszus, ez a pálya nagyon durva. Igen, nagyon durva sniperes amúgy. Ez nagyon durva. Itt olyan távok vannak, meg... Aha, ott a hajtómű fönt amúgy, baszki. Anyád, milyen híd van itt, te jó ég, milyen flash. Hát nem, mennék rajta. Tessék? Figyeljünk azért, mert... Persze. Lőttek, nem rám. Itt fönt lőnek. Hallod? Hallottam. Én most lefeküdtem és meg sem mozdulok. Nem rám lőttek szerintem. Szerintem ránk lőttek. Igen? Hát nem hinném, hogy olyan nagyon messzebbről is hallottam amúgy lövést. Én is ezt eléggé... Nem ránk lőnek, ez tuti. 105 környékétől hallottam én. Én is úgy valahogy ízt. Megvan a csávó. 115-nél ott bujdokol. Jó. A kövek között. Jó, de nem az lövi, hanem a háztól lövi szerintem valaki. Be careful. There is a skilled killer in the area. Látod? Ott nem. Megy fel a köveken a csávó. A... 115? Hát nekem 105. Te nem tudom, hol vagy most, az a baj. Látom! Itt jön, felém jön. Mi? Mi? Te hol vagy? Én itt föl... Tehát én jobbrább vagyok, mint te. Ja, te fent vagy te... a háznál kb. Hát kb. Várjál, itt van rajtam, várjál. Itt mozog. Szerintem lát is engem amúgy. Ja. Mármint, hogy most nem tud ellőni, de engem néz. Ott van a köveknél, ugye látod? Igen.
Ó, basszus, pedig olyan jó fegyvereket találtam. Jó, azt nem veszünk már. Nem kell engedni azért, ne aggódjál. Atya úristen, milyen pontosan lő, az valami sniperrel lőhet amúgy. Én mindig engem néz. Konkrétan 60, 75. Az... Aha, ilyen puskával lő valami, pontos fegyverrel lő. Balról lőnek rám! Ó, baszki Patrik. Látom. Meg fogok halni, meg fogok halni. Az lennél te? Látom, hol van a csávó. De most ne, azt ragd már el azt a szart, az Isten áldjon meg. Csak az a baj, hogy annyira de... megy rád, mármint feléd láttam. Igen, az lehet. Ó, ott vannak kette, hárman is. Nyugi, nyugi, én most kicsit lejöttem. Megpróbálok hílálni. Az... Az nem te vagy. Az ott te voltál? Igen, itt lent. Baszki, nem, az nem te vagy. Hallod, ott vannak feljebb a köveken egy csomóan. Vagy 4-5 embert láttam, hallod? Atya Isten, csak az a baj, hogy én még... Nem egészen vagyok azzal tisztában, tudjátok, hogy melyik az ist és melyik nem. Ez... Hát mit tudom én, ez... Jó van, nyugi, most elfutok hátul. Ah, látom, hogy futsz. Jó, figyelj, a térképen megnéz... Jó, látom, most elvek, ott vagy fönt, jó, az vagy te, jó, rendben. Lemegyek innen, mit szólsz? Szerintem nagyon jó helyen vagy amúgy. Ja, csak az aha, a itt a csávó előttem, látom. Hú, baszki. Aha, itt megy rád, megy feléd a csávó. Fel? Nem fel. De hát de, konkrétan feléd. A hajtóműnél van. A hajtóműnél van. Én már lejöttem onnan. Az jó, mert én meg itt, szerintem engem cserkésznek be. Igen, a másik meg ott van jobbra. Konkrétan ezek egymást lövik egyébként szerintem. És keresztűzbe kerültem. Gyere el erre, amerre nem tudok, vagyok. Nem tudok, mert balra is ott a csávó, meg jobbra is ott a csávó. Tehát nem tudok innen kimenni. Csak az a baj, én balra nem látom. Most te ott vagy fönt a sziklán? Nem, ott van nem a csávó vagy. Fent, látom. Igen. Annyira baj, messze van. Az, hogy annyira pontatlan ez a kurva Thompson, hogy igen. Nem merek rálőni se, bazd meg. Igen, mert rálősz, ráterelődik a figyelem, és igen. Így meg szart nem érsz vele. Igen. És pont ott egy csávó amúgy, akit így izé. Nem tudom, kerüljek egy nagyobbat? Figyelj, van egy csávó 105-nél is, konkrétan. Ez jó, csak ott volt egy annyira, 15. Annyira pindownolva vagyok itt, hogy... Aha, ott áll a csávó konkrétan is. Bazd meg, annyira lenne sniperem, de nincsen nyilván, csak ez a szaros Thompson. Látom, ott fut lefele. Csávó, fut le, ja! Ezt te voltál? Igen, lőttem rá egy kicsit, megzavartam. Jó, igen, most menekül is, nem tudom, szenved. Ja. Nagyon elfut le. Figyelj csak... Szerintem valaki más is rálőtt amúgy. Csak mondom, balról is lőnek rá. Engem fentről, ahol én voltam az előbb. Aha. Látom, baszki, meg egy látom. Másik oldalról is lőnek rám, jó? Fél, felmegyek a felsőre, nem tudok jobbat csinálni most hirtelen. Tarts fel a lentit. A föntit megpróbálom ellőni közelről. Csak az a baj, nem tudom honnan lőtt az a lenti. Mármint, hogy én elfutottam egy kicsit onnan, mert... Uh-huh. Basszus, ez akkora tér. Nagyon, ez nagyon durva ez a pálya, igen. Tényleg, ahogy mondtad, ez úristen, ember, hát... annyit ránt ez a szar Thompson, hogy fáj. Ez borzasztó az a fegyver. Ez nagyon durva. Hát, az meg van, hogy el kéne felé. Meg fogok halni, ez 100%, csak mondom. Nem próbálsz el elfutni a... Nem, most már innen már nem lehet. De ott mentek fel ketten most, felmentek oda. Ide! Ja, látom! A madáretetőnél. Gyerünk már a rohadt életbe, de szar a lövöldözés ebben a játékban. Rám is lőttek? Meghaltam. Ó, basszus. Na, nem baj. Baromi nehéz ebben a játékban lőni, srácok, iszonyatos nehéz. Tehát, hogy a kereszt, az látjátok, ahogy célzok, mekkora. És ez már az úgymond rákészült. Azt sem tudom, mit csináljak. Figyelj, én... Mögötted mennek. Vagy az te hangod? Ez a spectate is érdekes azért.
Jiha. Nem, ez a te hangod, nem? Nem. Itt van valami barlang. Aha! Fuss be! Mögötted futnak, tudja, az milyen jönnek be szerintem. Te most hallasz futkosást? Nem. Akkor késik az egész hang úgy, ahogy van amúgy itt a izébe, spectate-be, mert... De most mi ez? Rám záródott? Ja. Nem. Ja nem, baz... jó. Azt hittem. Jó, mindegy, én megyek ebbe be. Menjél, persze. Nem tudom, hogy mi értelme van. Hát ezt aztán most cseszhetem, hogy jön-e az a szar, vagy nem. Szerintem keres izét, keres valami... keres valami... kiáratot. Oha! Ott aztán van szajré. Micsoda helyet találtál, csesz meg? Oda be lehet menni? Nem. Az van, hogy folyton lövöldöznek amúgy. Ugye? Én nem tudom kire. Tehát én azt nem tudom, én is, de én meg térképet tudok megnézni, úgyhogy... Azt hittem, hogy ők együtt vannak. Elég hülye helyen vagyok erre, ott van egy kijárat. Ezen igazából átmehetnék, csak... Van erre még valami? Hát ez nagyon kemény ez, hogy így van egy... Oh! Mi? Nem? Ja nem, jó. Bazzik, úgy hallom a lövéseket amúgy a spectator, mint a mögötted 2 méterre lőnének. Hallom, hogy táraz valakit, aha. Ilyeneket hallok, ember. Jézusom. Hallom én is most. Itt fent lőhetnek valahol. Ja, mert itt a loot. Ó, oh, bakker. Hát figyelj. Nem baj, csináld okosan. Várj aztán. Az, hogy nem tudom megnézni a térképet, nem tudok neked olyanba se segíteni, hogy most hova menj, meg izé. Hát az lenne ott a jó waypoint. És akkor ugye arra csak el kell, hogy jöjjenek. Csak hogy a picsába megyek én oda? Embert egyelőre nem látok. Igen, ezt obszesztük el, hogy ide sniper kell ez a pályára, ez nagyon durva. Ó, mögötted, fönn a hegyen! Látom. Ja nem, az bazdok, ez a tábla, de ott vannak az emberek, igen. Igen. Azon nem, már szerintem nem fog tudni előni. Ez a kiárat erre, ugye? Aha. Jó, szép vagy, ott vannak még mindig a hegyen fönt, jól elmenekültél. Fú, kell mennünk ezen a pályán majd egyszer még élet, amikor te is a sniperrel. Atya Isten, ez nagyon jó így. Erre van, ugye? Hát nem tudom, ott a jár, igen. Menj arra kifele, azaz. Hát csak várjál, kicsit megvárnám, hogy... Ja, aha. Annyi, hogy egy picit akarok várni, hát ha hozzák ide. Persze, az jó ötlet. Mert elvileg hozzák. Ahogy látom, jön a csávó. Gyere csak, tesó! Figyelj, meghalok. Feküdj le. Á, csak akkor nem tudom, mennyire találom el. Ennyire jön? Már így tudod? Hát láttam a térképen, mondjuk most pont nem látom. Hmm. Nem látom a lépteit. Á, rohadt életbe. Jó nagy szarháziság ez, de ez van. Ja. Hát, ha le tudnék még valakit kapni, de nem. Elvesztettük a jelet. Nem erre hozta, szerintem. Nem. Amúgy fekve lősz a legpontosabban ebben a játékban, az tök érdekes. Szóval, hogy itt erről szól gyakorlatilag, hogy így le kell feküdni, mert akkor találsz el valakit. Persze. Ó, basszus. De nem már, hogy az én pozícióm legyen izé. Felfedezték a pozíciómat. Láttam. Jó, mindegy, kimegyek, hát ez elég foghíjas, de... Menj ki, hát ez foghíjas, de legalább nem vesztesz semmit. Amúgy. Hát ez van, srácok. Hát nagyon, nem, erre a pályára tényleg úgy kell készülni, erre külön fel kell készülni erre a pályára, mert ez itt nagyon durva sniper történet. Ja, de azért hoztam ki egy kis cumot, igazából hoztam ki 2 új fegyvert. Na, az jó, baszki. Meg ilyesmiket, szóval azért... Megtett táv 1,2 kilométer.
Mit akarsz, hallod? Na, hát az már kalóriában is jó. Az már gombuszból is sok. Azaz, azaz. Hát, hát sajnálom, hogy ez így alakult nekem. Ez jó, jó lett volna. Én is azért. Sajnálom, én is sajnálom. Azért mondta, hogy valahogy hátra kellett volna. Hát, ja. Most sutymurákban megoldani. Srácok, ha szeretnétek még hasonló videókat, amiben így próbálunk összedolgozni, akkor írjátok meg az kommentben. Like formájában is természetesen jelezhetitek. Yeah, yeah. Jók persze. Legyetek, szavaztok. Szavaztok, jöhet az out. Ró, remélem srácok, hogy élveztétek a videót, a leírásban egy csomó linket megtaláltok, mint például az Isti butikot, valamint az Instagramomat és a Facebookomat is. Érdemes mindenféleképpen követetek ott engem. Remélem, hogy élveztétek. Sziasztok, gyerekek. Hey.